kaprítógéppel gazdagodott Bátonyterenye, Mátra Verebé és Mátra Vincent. A három település rendelkezik ugyanis olyan kazánnal, amihez a szerkezet által előállított faapríték felhasználható. Ezekkel a kazánokkal lényegesen olcsóbb a fűtés, mint gázzal. Ágaprítógép érkezett Bátonyterenyére február 15-én szerdán a Start munkaprogram keretében. A berendezés olyan nagyjából 10 cm-es faaprítékot tud előállítani az erdőben elhulló vékonyabb ágokból, ami speciális kazánokban használható. A város erdeiből és a telepítésre kerülő új energiaerdőből kerül majd ki a tüzelőanyagnak való fa. Jellegzetessége, hogy rendelkezik egy országúti utánfutó alvázzal, illetve egy biztonsági no stress funkcióval, ami a munkatársak, illetve a gép védelmét is szolgálja. Mind briketáló üzemek előkészített alapanyagai lehetnek, illetve kazán projektekhez használják az apríték feldolgozásához. A Bátonyterenyei kistérségben három olyan kazán található, többek között a Bátonyfaluban, a Mocsárban lévő csarnokban, amihez a most beszerzett gép által készített faaprékot lehet használni. Ezek a kazánok teljes mértékben helyettesítik a gázfűtést, a hozzá szükséges tüzelőanyag viszont jóval olcsóbban elérhető az új apríték készítő jóvoltából. Bátonyterenye város rendelkezik már 40 hektár saját erőterülettel, aminek jó részt elég sok apríték alapanyag, fiatal 10 centi alatti ág keletkezik, amit tudunk hasznosítani. Egy olyan aprítógépet kellett használnunk, vagy kerestünk, bocsánat, ami alkalmas a apríték tüzelés kazánoknak a kiszolgálására. Ez egy ilyen 2-3 centis átmérőjű aprítékot tud készíteni, nem komposztáló, hanem apríték készítő speciális gép. Ezt sikerült ebből a Start munkaprogramon belül pályáznunk. Megközelítőleg egy 15-20 darab kazán mennyiségét éves szinten biztosan ki tudjuk szolgálni az előzetes felmérések alapján. Közel 200-300 köbméter ilyen alapanyag van, ami 5-10 centis átmérőjű, és eddig nem került felhasználásra. Hát most a kistérségben három ilyen kazán került telepítésre, az idén a 2011-es pályázat elnyerése során, de ezt jelenleg a Mocsárban lévő Start munkaprogramnak az iroda és raktárbázisába került egy ilyen 75 kW-os kazán. Hát ez közel ilyen 3-400 négyzetméteres helyiséget tud fűteni, és kombinálva lesz melegvíztározóval is, és így melegvizet is, és a fűtést is el tudja látni. Most már a apríték készítési technológia és ez a kazán technológia is utolérte magát, és így beszerelhető biztonsággal ilyen helyiségekben.